A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara a térség üzleti közösségének önkéntes szervezete. Érdekegyeztető, érdekközvetítő tevékenységével, szolgáltatásaival hozzájárul a megye és a régió gazdaságának fejlődéséhez. A non-profit gazdaságfejlesztő szervezetek háza építésével a vállalkozások működését támogató iparkamara a múltjához és jelentőségéhez méltó helyre került. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 1850. szeptember 25-én alakult meg. A kereskedelmi miniszter által a kereskedők és iparosok osztályából kinevezett 15 rendes és 8 póttaggal. Felállítását a kereskedelmi és ipari körök bizalmatlansággal fogadták. A céhek a C-szervezet ellenségét látták a kamarában, a minisztérium által elrendelt statisztikai adatgyűjtésben pedig az adóztatás körének kiszélesítését gyanították. Nem alaptalanul. Az új szervezet legfontosabb feladata ugyanis a gazdaságpolitika alapvető kérdéseiben való véleménynyilvánítás volt. Márpedig az iparkamara akkoriban sürgette a céhek mihamarabbi eltörlését. Kezdetben a kamara hatásköre Észak- és Dél-Bihar, Békés, Csanád, Szatmár, Szabolcs vármegyékre és a hajdúvárosok kerületére terjedt ki. Az 1108 településen akkoriban több mint 1,5 millió lakos élt. Debrecen városa a vasúti hálózatba való bekapcsolását is az iparkamarának köszönhette. Az 1851. március 2-ai gyűlésen a kamara részletes felterjesztést dolgozott ki a vasút építésére. Ennek eredményeképpen 1857-ben begördült Debrecenbe az első vonat. Debrecen városa biztosította kamara számára helyiséget. Ez azonban rendkívül szegényes volt, két kis szoba és egy fűtetlen előszoba. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 1882-ben a Fáj örökösöktől megvásárolta a 60 utcán a Csokonai házat, ezzel birtokába jutott első székházának. Az 1900-as évek elején a Piac utca 69 szám alá költözött a kamara. 1912-ben a Deák és Verbőci utca sarkán, a mostani Iparkamara utcán, Spiegel Frigyes és Englert Károly tervei alapján építették fel az új kamarai székházat. Az épület a mai napig áll. Música 1940-ben felfüggesztették a kamarák autonómiáját. Nem folytathatták gazdasági helyzetelemző, a kormányt ellenőrző és az új intézkedéseket kezdeményező tevékenységüket. 1945-ben újjáalakultak a kereskedelmi és iparkamarák, melyek jelentős szerepet kaptak az ország újjáépítésében a világháború után. Aztán évtizedeken keresztül centralizáltan csak a Magyar Kereskedelmi Kamara létezett. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara önálló szervezetként 1994. október 25-én alakult meg. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldetése, hogy tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtsa. Vezető szerepet játszik a térségben egy olyan üzleti, gazdasági környezet megvalósításában, melynek tagjai hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon.